Kérjük téged, hallgass meg minket.
minden emberhez méltó életet élni. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér tiszteletére rendezett városi ünnepségünk. Magyarnak lenni nem állapot. Magyarnak lenni magatartás. Ezt az állítást nem akárki mondta ki, hanem a kassai polgár, a 20. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő, de életében nem kiteljesülő életutat bejárt, sokáig elhallgatott, majd az utóbbi évtizedekben újra felfedezett alakja Márai Sándor. Tudjuk, sokan vannak, akik ezt az állítást hamisnak, túlzónak, ragacsonak, idejét múltnak tartják, mert a nemzethez tartozás tartós értékként tüntetik fel. Számunkra, felvidéki magyarok számára azonban nagyon is igaz ez az állítás. Számunkra a magyarság igenis magatartás kérdése, és az is marad örökre. Ahhoz, hogy Márai megfogalmazhassa az állítást, nem volt elegendő, maga a pillanat nyújtotta apropó, sem az írói intellektus sziporkája. Mindez kevés lett volna, ha nincs a nemzedékeken átívelő, ezeket és tízezreket láthatatlanul összekötő, a nagyok teljesítményében, életútjában példaként felmutatható magatartás. Márai nem fogalmazhatta volna meg az állítást, Adi, Móricz, Mikszánt, Jókai, Arany Petőfi, Vörös Marti, Csokonai, Balassi nélkül. Mint ahogy Bethlen István, Deák Ferenc, Kossuth, Széchenyi, Rákóczi, Hunyadi Mátyás és János, Nagy Lajos, Negyedik Béla, Könyves Kálmán, és Szent István nélkül se. Tisztelt ünneplő közönség! Egészen bizonyos, a Szent Istváni döntések nélkül ma, mint nemzet, nem léteznénk. Az ő döntései nélkül Márai nem fogalmazhatta volna meg állítását. Ma rá Szent Istvánra emlékezünk. Az államalapítóra, az első keresztény királyunkra, aki keresztényé tette a nemzetet. A kereszténység felvétele nem csak a pogánsággal való szakítást jelentette, hanem ugyanakkor és elsősorban egy értékközösséghez való kötődést is. Egy olyan szilárd, szoros kötődést, amely számos kísértést és megpróbáltatást túlélve több mint 1100 éve a nemzeti tudat alapfillére meghatározója. Szent Istvánra emlékezünk, akik a nemzet részének érzik és vallják magukat attól függetlenül, melyik országban élnek magyarként, milyen az ideológiai elkötelezettségük, politikai beállítottságuk, képzettségük, műveltségük és koruk. A mai napon azonban ünneplünk mást is. Az ember már a Krisztus előtti időben megünnepelte az aratás befejezését, melyben kifejezte örömét, ha gazdag termést takarított be. A jó termés eloszlatta a gondot, hogy az egész évre legyen kenyér, amely az ember legfontosabb tápláléka. A kenyér ünnepének gyökerei a középkori liturgikus ünnephez nyúlnak vissza, amely az apostolok oszlása néven volt ismert. Napja július 15-ére esett, a tridenti zsinat határozata értelmében azonban kikerült a liturgikus körből. Az aratás, az új kenyér ünnepét azonban megőrizte a szakrális néphagyomány. Magyarországon az új kenyér ünnepét
Az a gróf Darányi Ignác vezette be újra a 19. század végén, kinek birtokainak nagy része a Felvidéken volt. A kenyér ma is szent élménynek számít. A kenyérre vigyázni kell, még a morzsájára is. Sokan, sok helyütt még ma is megszegése előtt keresztet vetünk, vagy a kenyérre keresztet rajzolunk. Mindennapi kenyerünk biztonsága iránti igényünket nem csak imába foglaljuk, hanem a népi bölcsességek legalább 150 közmondást is őriz vele kapcsolatban. Még a magyar nyelv színes árnyaltságát figyelembe véve is érdekes, különös a sokféle fogalom, amely a kenyérhez társul. Kenyérharc, kenyeres pajtás, kenyéradó gazda, kenyértörés, kenyérkereső, és még sok egyéb. A kenyér tehát nyugodtan mondhatjuk, nem csupán gasztronómiai életünk főszereplője, hanem a lét, az élet szimbóluma is évezredek óta. Számunkra, az anyaországon kívül élőknek pedig az összetartozás szimbóluma is. Úgy tartozunk mi magyarok össze egymással, mint a kenyér meg a héja. Ezt az összetartozást bizonyítja immáron évek óta az a tény is, hogy augusztus 20-án megsütik az ország kenyerét, melyhez ebben az évben a Kovászt Kárpátaljáról, a Sót Parajdról hozzák, még a hozzávaló búzát, a világ szinte minden magyar lakta vidékéről, még Dél-Ausztráliából is küldik a gazdák. Augusztus 20-án az ünnepi asztal ékessége az új lisztből sült kenyér. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Azzal, ahogyan nemzeti színű szallaggal átkötött kenyérrel ünneplünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Kérem, fogadják tőlem szeretettel azt a kenyeret, mely a csallóközaranyosi gazdák által termelt búzából sütöttek a békörvégségben, mely jelképezi a két település, Ács és Csallóközaranyos barátságát, és a két településen élő emberek egymás iránti jó szándékát. Kérem, fogadja a polgármester úrnak szeretettel. Köszönöm a Váci közösség nevében, és hát ez mutasson nekünk a jövő évben eredményeknek és áldásnak utat. Amikor majd ezt az új kenyeret megszegik, hagyományosan keresztet vetve rá, mondjanak magukban rövid fohászt az áztató csendes esőért, hogy az új magot ne porba vagy betonba kelljen vetni, a jövő évi aratásért, a bőséges termésért, és azért, hogy településeink vezetőinek és lakosainak barátsága, egymás iránti tisztelete hosszú-hosszú évekig megmaradjon. Mert ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz írt levelében, mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt Aranyos úr, tisztelt polgármester asszony, tisztelt aranyosi barátaink, tisztelt ácsiak! Hadd kezdjem azzal a beszédemet, hogy a magyarok kenyeréhez mi elég szorosan kapcsolódunk ácsiak, ugyanis ennek az ötlete nem másé volt, mint annak a Korinek professzornak az ötlete, aki innen Ácsról származott el, és most ő benne is van annak a bizottságban, amely ezt a magyarok kenyerének a megsütésekor és a magyarok kenyerének a megalkotásakor felügyelte ezt az egész folyamatot. Ezt azért mondtam el, hogyha valaki nem tudná, akkor azért mi ácsiak azért adtunk olyan embereket, azt gondolom az országnak, akik ma is, hát is országos szinten is tudják Ács hírnevét vinni és öregbíteni. Ha megengedik, egy kis történelmi áttekintéssel kezdeném beszédemet, már történelem tanár voltamból is, mert azért
igazából tudjuk-e azt a folyamatot, hogy augusztus 20-án miért Szent István király ünnepéként ünnepeljük, és ezzel kapcsolatban azért egy-két dolgot szeretnék föleveleníteni mindenkiben. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja. A keresztény magyar államalapítás a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünnepé, ekkora hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltára emeltette első István, illetve még abban az évben Imre herceg, valamint Gellért püspök relikviáit a Székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatással volt egyenértékű. Első nagyvörös király uralkodása 1342-1382 kezdve egyházi ünnepként él tovább a nap, István kultusza ugyan bajor és német városokban elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban 11. Ince pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Budavár a töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzék meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart. 1771-ben 14. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, és így Szent Istvánnak kimaradt az ünnepek sorából, Mária Terézia azonban 1771-ben visszahozatta a Szent Istváni, megkerestette Szent Istváni ereklyéket, és Bécsbe, majd Budára István készfej ereklyéjét, a Szent Jobbot, tehát Szent Jobbot vitette. Attól kezdve a körmenetben vitték végig a városon augusztus 20-án a Szent Jobbot. István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentély emelésekor éppen találták koporsójában, már az 1222-es aranybúla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás, hogy a török idők alatt veszett el, később 1590 körül találták meg Ragózában, mai Dubrovnikban, Dominikánus kolostorban. Talán még IV. Béla vitette oda menekülése során. A Szent Jobbot, amelynek ezüst erekre tartója 1862-ben készítették, ma Budapesten a Szent István bazilikában őrzik. Az 1848-as szabadsághoz leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt, először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetésé vált. Az 1867-es kiegyezés követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította. 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogozását címeres zászlót. Két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti tiltakozással, a Szent Istváni Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékezéssel. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét Szent Koronával együtt a II. Világháború végén nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István napi ünnepeknek. A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból. A kommunista rendszer számára az ünnep vallás és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelen és sülyeztését sem látta célszerűnek. És hogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új szocialista államalapítást 1949. augusztus 20-ára időzítették. Ezután 1949 és 89 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben az elnöki tanács törvényei rendelete a népköztársaság ünnepévé nyilvánított. A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók. 1989 óta ennek megfelelően rendezzük meg a Szent Jobb körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg, az első szabad választáson létrejött országgyűlés 1991.
Március 5-i döntése, a nemzeti ünnepek március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe napjára. Azt gondolom, hogy ez a kis rövid történelmi bemutatás jól mutatja azt, hogy a Szent István ünnepet azért bármilyen hatalom, bármilyen rendszer volt Magyarországon, bárki uralkodott, igazából soha nem lehetett félretenni, úgy, mint ahogy más ünnepek voltak, amikor megszűntek teljesen. Az ország ünnepe az ország egységét is jelképezi. Ez az ország egysége azonban nem lehetne, hogyha nem lennének azok a kis közösségek, amik ugyancsak egységet alkotnak, így az országban azok a települések, köztük Ács is egy egység, egy kis közösség. Ennek a kis közösségek építik fel az ország egységét. Itt szeretném egy kicsit összefoglalni azt a 4 évet, amiben röviden természetesen, amiben ez a testület munkáját végezte, és az idei évben a választások miatt. Az idei évben a választások éve van, a jelenlegi önkormányzatnak a mai ünnepség az utolsó hivatalos ünnepsége, hivatala ideje alatt. Ezért, ha megengedik pár szóban, összefoglalnám az elmúlt 4 év fontosabb eseményeit. Ez a 2010 polgármesteri választása után fennálló testülettel, nyugodt légkörben, dinamikusan, megújult erővel kezdhettük meg a munkát, de hamar rá kellett döbbennünk, hogy az elkövetkezendő 4 esztendő a válságok kezeléséről és a város biztonságos üzemeltetéséről fog szólni. Több olyan esemény is ezt egyértelművé tette, amelyek nem voltak előre megjósolhatóak, vagy a tenni akarás vágya elhomályosított előttünk a valós lehetőségeket. Fontos felújítások mellett mára egyértelművé vált, hogy voltak elhibázott döntések, mint a jelenlegi, mint az előző testület döntéseiben. Sajnos ilyenek voltak az oktatási intézményeknek a teljes körű felújításai. Nem másért, mint hogy lakosság száma Ácsnak nagy mértékben csökken. A valamikori 9500 főről jelenleg 6985 fő lakosa van Ácsnak, tehát látjuk, hogy több mint 2000-re csökkent, 2500-re Ács lakossága. Ezt sajnos egy állami számvevőszéki vizsgálat is megerősítette, és kötelezte az önkormányzatot, hogy minél hatékonyabb spórolási, minél hatékonyabb módszereket találjon ki arra, hogy a város üzemeltetésének költségeit csökkentse. Anyagi szempontból pedig a város 2010-ben sajnos ezekre a munkálatokra több mint 100 millió forintot költött, ami 2010. októberére olyan mértékűleg megcsökkentette az önkormányzat anyagi helyzetét, hogy a fennmaradásunk volt a kérdés. Ez az örökség az előző testületnek is, de jó, aminek jó magam is tagja voltam, de a jelenleginek is sajnos hibája volt, és jó magamnak is nagy hibája volt az, hogy a tenni akarás elhomályosította az első munkákban a reális képet, a reális érzékemet, és az óvodaköz felújításával, aminek azt gondolom, hogy a szépsége és a szükségessége megkérdőjelezhetetlen, az anyagi helyzetünk még jobban rossz, még rosszabb helyzetbe kerültünk. Azonban legyen mindkét dologra mentség a mai, a tenni akarás, a település fejlődésért és a megvalósult szép munkákért. Mind az iskolák, mind az óvodaköz beruházás szépítették, növelték településünk fejlődését. Egyértelművé vált, hogy Ács gazdasági potenciálja kisebb, mint a környező településeké, és igen megfontolt fejlesztési munkát kell végezni, amellett, hogy biztonságos működést is biztosítani tudjuk. Mára elmondhatjuk, hogy ez sikerült. Köszönet ezért a képviselőtestületnek és az önkormányzat és intézményének minden köztisztviselőjének és közalkalmazottjának. A pályázati rendszerben sikeresen tudtuk elérni azokat a köszönhetjük a pályázati rendszernek, ahol sikeresen tudtunk pályázni azokat a felújítások, amik ezek ellenére megvalósultak. Például a Vaholyvár, a Kinizsi pálya, a kastélykert, a tűzoltóság és az iskola környékének megújulása. Önerőből is jutott azért mindig fejlesztésekre, mint a játszóterek és az állomáson parkoló megvalósítására, az első világháborús emlékmű felújítására, és sikerült hatékony lobbival az utakat is felújítani a város központjában. Szépültek a parkjaink és a padokat, úszmegállókat, pihenőhelyeket tudtunk kialakítani. Nagyon hatékony lett az állatmegóvás és az intézményeink működése. Új menzát és néhány ipari beruházást is sikerül eszközölni, amelyek végre látható fejlesztéseket kezdtek Ács környékén. Azonban rengeteg dolog van itt nálunk, amit nem kell
nem kell félni az új testületnek, hogy nem lesz mit csinálnia, ugyanis rengeteg felújítani való dolog van, ilyen kerékpárút, a vízelvezetés, a járdák, az épületek felújítása, a kastély felújítása, a belváros kialakítása. Azonban ezeket csak pályázati úton lehet elindítani, mivel 100 milliós nagyságrendekben önerőből a város képtelen megvalósítani. Remélhetőleg az új Európai Uniós pályázat az lehetőséget teremtenek ezekre. Be kell ismernünk, hogy országos viszonylatban ugyan jól állunk, de a környező szomszédainkhoz képest nem maradtunk. Ez csak mélyítette a cukorgyár megszűnése és a válság hatása. A jövőben is azt a lokálpatrióta magatartást azonban követni kell, amely az itt élők érdekeit védi és megvédi. Ács közössége mindig is példamutatóan állt ki egymásért a bajban, és segített másokon, ha bajba jutott. Ezt az elmúlt 4 évben is bizonyítottuk a havas március 15-én és a Nagy-Dunai járvíznél. Úgy gondolom, jó itt élni, annak ellenére, hogy persze vannak gondok, és mindenki saját gondját érzi a legnagyobbnak. Ács élhető és emberi település. Nekünk ácsiaknak mindig is a legfontosabb hely lesz a világon, csak mi értjük azokat a szavakat, kütyül, pénzásás, cuci vagy völgy, etelkatalak vagy sóskahegy, amelyek ácsivá tesznek bennünket. Én mindenkit arra kérek, hogy úgy tegyük minél jobbá közösségi otthonunkat, hogy teremtő munkával építsük településünket a jövőben is, tiszteljük őseinket, neveljük utódainkat ácsiként. Megköszönve az új kenyér ünnepén testvértelepülésünknek az élet kenyeret, az éltető kenyeret és a régi időkre visszanyúló barátságot, kívánok mindenkinek Szent István bölcsességével kitartást és teremtő erőt. Köszönöm szépen! Gondolatok a kenyér ünnepére. Gyermekkoromban és azelőtt mindig, mikor az ember evett, s véletlenül lejtette a kenyeret, felvette, róla a port lefújta, megpuszilta. Akkor úgy mondták, megcsókolta. Majd az ember a kenyeret megette. Az ember a búzát lélekből termelte. Hogy jó legyen termése, imádkozott érte. Földjébe a legjobb magot vetette. Papjával a vetést megszenteltette. Az ember a búzát, mikor aratni kezdte, búzaföld végén kalapját megemelte. Istenem, segíts! Mondta suttogva, s csak azután aratott, kaszája suhogva. A búza az életet jelentette. A búzát az ember életnek nevezte. Ha jó volt a termés, jövőre megvolt az ország kenyere. Szent István napján van az új kenyér ünnepe. A hatalom, a szépet s jót ígérte, a kereszt helyébe a csillagot tette. Majd a búzát a padlásról lesöpörte. Az ember 1000 éves hitét, Istenét elvette. Az asszony a kenyeret lélekből sütötte. Hogy jó legyen kenyere, kovászát mindig félretette. A kenyeret a kamrában védett helyre tette. Ha terített, az asztalra előbb a kenyeret tette. Az ember a kenyeret mielőtt megszegte, kezével kebélyre helyezte. Majd a késsel a lapjára a keresztet vetette. A kenyér szeleteket az asztalra tette. Gyermekét a szülő a kenyér tiszteletére nevelte. Az asszony, kinek ura messzire megy, a tarisznyába beletesz legalább egy darab kenyeret. Az éhes, kinek semmilyen nincs, koldul és kéreget. Legalább egy darab kenyeret. Keserű volt a bújdosók kenyere. Az öreg ember, ha szólni kívánt, ha gondját morogta, korára utalva, s hogy mennyi van megette, azt mondta, a kenyere javát már megette. Az ember munkája volt a kenyere, s munkájával a kenyerét kereste. A szülő ki gyermekét felnevelte, kitanította, azt mondta, kenyeret adtam a kezedbe. Az ember, kinek 3 szakmája volt, 3 mestersége, azt mondta büszkén, 3 kenyér van a kezembe. A kenyér, melyre Jézus áldozott. A kenyér hitem szerint Krisztus teste.
bűnét hagyja az, aki azt megette. A kenyér a szentséget, a tisztességet, az életet jelentette. A magyar embernek a kenyér az élete. Becsüld meg hát a kenyeret. Gyermekedet a kenyér tiszteletére neveld. Adja meg az Isten a mindennapi kenyeret. Holtodig legyen kenyér a kezedbe. Kenyeret adj te is gyermeket kezébe. Amható Atyám, Urunk és Istenünk, áld meg ezt az új kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre, tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Kedves ünneplők, Máté evangéliumának 4. részéből néhány igeverset olvasok a mai ünnepen. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt Jézus, végre megéhezett. És hozzá menve a kísértő ezt mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelve ezt mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Istennek szájából származik. Kedves ünneplő testvéreim, Jézus megkísértése a szolgálatának a kezdetén történt. A megkísértés kezdete pedig nem volt más, mint a kenyér kísértése. Az ördögi mesterkedés mindjárt a legelején el akart rontani valamit ebben a világban. És ha a legelején elrontunk valamit, akkor utána minden borul. Vajon nem rontjuk-e mi is sokszor szinte észrevétlenül az ördögi célnak megfelelően mindjárt az elején a dolgokat? Nem úgy szoktatjuk-e a világhoz a gyermekeinket, vagy nem úgy gondolkodunk-e magunk is sokszor, hogy csak a kenyér számít? És a kenyér alatt itt nem valami magasztos dolgot értünk, hanem a test jól lakását és jól tartását, a testi az anyagi komfort megszerzését. Ebbe a törekvésbe a csak a kenyér, csak a test, csak a jólét gondolkodásába nem fér bele a böjt, a lemondás, az önmegtartóztatás, mert ezeket a fogalmakat nem is ismerjük. És válogatás nélkül mindenre azt mondjuk, éhezés. Ha a kezdet kezdetén áldozatul esünk az ördögi mesterkedésnek, bukik minden. Ha gyermekeink csak a kenyér, csak a test, csak a jólét ígéretét, csábítását és hazugságát fogják hallani, fel fognak érte adni mindent. Feladják érte a hivatásukat, feladják érte a hazájukat, feladják érte a családjukat, feladják a gyermekeket, a szeretetet, a becsületet. Vigyázzunk a jólétű társadalommal, mert csalókat ígéreteit betartandó végül kénytelen lesz arra, hogy kövekből adjon nekünk kenyeret. Végül, amikor felélünk mindent, talán oda is eljutunk. A porrá tört kőből lesz a kenyerünk. Ahogyan ehetünk már műanyagot, festéket, és ki tudja mi mindent. A Jézusi út, a nem csak a kenyér útja, olyan út, amin célba lehet érni. Jézus célba ért. Elvégezte a megváltásunkat, üdvözítette a világot. És nem tagadott mindent ész nélkül, hanem a test mellé odaemelte a lelket, az éhség mellé oda szentelte a bőtöt, a törekvés mellé oda helyezte az alázatot. Senki nem tagadja a jóléti társadalom szükségességét, csak azért a társadalomét, amelyik a jólétet csak a testben tudja értelmezni. Thank you.